Jó reggelt kívánok 2024. október 11-én, pénteken. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy elérkeztünk ennek a munkahétnek az utolsó napjához, és köszönjük, hogy most isznak az erdők, a földek, a növények, mert te korai és késői esőt adsz, felhozod a te napodat igazakra és jókra egyaránt. Kérünk, segíts nekünk akkor, Urunk, amikor beszélni se lenne kedvünk, és te adsz szent lelked által, hogy megértsük a mai igének az üzenetét is. Köszönjük azt, hogy számodra nincs reménytelen eset, csak nálad kell a megoldásokat keresnünk. Add, hogy ezt tegyük, és meg is találjuk. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom, a Máté írása szerinti evangélium 27. részéből az első 10 verset a következőképpen. Amikor megvíratt a főpapok és a nép vénei, valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra adják őt. Azután megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta. Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták. Mi közünk hozzá? A te dolgod. Ekkor ő behajította az ezüstöket a templomba, és eltávozott, majd elment, és felakasztotta magát. A főpapok felszedték az ezüstöket, és így szóltak. Nem szabad a templom kincséhez tenni, mert vérdíj ez. Azután határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a fazekas mezőt az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt a mai napig vérmezőnek. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása, és vették a 30 ezüstöt a felbecsültnek árát, akit ennyire becsültek Izrael fiai, és odaadták a fazekas mezőért, ahogyan megparancsolta nekem az Úr. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, vannak a Szentírásban nehéz ige szakaszok, és ez a mai egy ilyen. Egyrészt azért, mert hogy elítélik Jézust ártatlanul, és megkötözve elviszik Pilátushoz, a helytartóhoz, átadják neki. Azok, akik egyébként nem akarják magukat beszennyezni az ünnepen, és nem akarnak pogánnyal kapcsolatba kerülni, lám, mégis sikerül ezt is megoldani. Amikor Júdás látja, hogy mi történt, mi a tettének a következménye, akkor megjelenik a lelki ismeret furdalás, de ez attól jóval több. Mert meglátja, hogy a szó szavainak és a tetteinek milyen következményei vannak. Felismeri a vétkét, sőt, meg is bánja, csak nem jó helyen. Nem jó helyen keresi a feloldozást. A lelki ismerete felébred, de nem Isten elé viszi a dolgot, hanem emberek elé. Ez a legnagyobb probléma. Ezek az emberek pedig, akik felelősek lennének, azt a kérdést teszik fel, hogy mi közünk hozzá. Mintha azt mondanák, hogy semmi közünk hozzá a te dolgot. Oldd meg úgy, ahogy tudod. Nem tudja megoldani. Az öngyilkosság soha nem megoldás. Azt olvassuk, hogy így szól az Úr, aki fut, abban nem gyönyörködik a lelkem. Úgy is lehet fordítani, aki elmenekül, abban nem gyönyörködik a lelkem. Nem lehet elmenekülni önmagunk elől. Önmagunkat mindenhová magunkkal visszük. Egyetlen egy megoldás van, Istentől kérni bocsánatot. Meg kell mondjam őszintén, eddig még sose tűnt fel nekem, de most igen, hogy Jézus még él, amikor Júdás már meghal. Még lenne lehetősége keresni Jézust, még lenne lehetősége Istenhez fordulni, de nem teszi. Ez a tragédiája. Persze vannak, akik próbálják Júdást felmenteni, mert hogyha átgondoljuk, hogy mi is történt, ugyebár az utolsó vacsorán az egyik evangéliumban azt olvassuk,
hogy Jézus megprofétálja, ki fogja elárulni, akinek ő mártja be a falatot, és Júdásnak adja. Júdás pedig azt olvassuk, hogy mikor megeszi azt a falatot, azzal együtt bement az ördög is a szívébe. Ugyanakkor a felelősséget nem lehet elhárítani. Azért, mert valami rosszra indít a gonosz, még nem muszáj azt nekem megtennem, ha pedig megtettem, akkor a következmények vállalása azt is jelenti, hogy még mehetek Istenhez, még fordulhatok hozzá. Amikor Júdás megteszi azt, amit később megbán, akkor ha átgondoljuk, az is eszünkbe kell, hogy jusson, hogy ő jelen volt, amikor elárulta Jézust, és Jézus azt mondja, hogy nem kérhetnék a 12 sereg angyalnál is többet. Mint hogyha azt mondaná, meg tudom védeni magam, ha elárul, ha nem. De Jézus, amíg kezében tartja az eseményeket, addig Júdás ezt nem látja. Azt gondolja, hogy csak ő számít. Azt gondolja, hogy csak ő egyedül, aki hibás, és éppen ezért nem találja meg a megoldást. Ha egy kicsit a problémámat más szemszögből vizsgálom meg felülről, egy kicsit eltávolodva, akkor gyakran rájövök, hogy nem is olyan nagy az a baj. Vagy ráébredek arra, hogy mi az, amit tennem kellene. Amikor visszaviszi a 30 ezüstöt, az azért van, mert nem tudja magánál tartani a bűnjelet. És már, ami korábban olyan kívánatosnak tűnt, már szinte égeti a kezét, és igyekszik szabadulni tőle. És a főpapok, ők pedig felhasználják ezt a pénzt is. És valóban beteljesedik egy újabb profécia, amit évszázadokkal korábban már megprofétált Jeremiás. Egyrészt, hogy 30 pénzre becsülik az embernek az árát, jelen esetben az Úr Jézusét, és utána megvásárolják belőle egy telket, amit aztán idegeneknek alakítanak ki temetőnek. Isten még ebből is tud valami olyat kihozni, ami az ő népe számára hasznos. Miközben Jézus már Pilátusnál van. Ezért hát addig kell keresni a bűnbocsánatot, amíg megtalálható. Amíg bennem ott van a készség, hogy bocsánatot kérjek rá, és Istennek ott van a kinyújtott keze, hogy egyszerűen belesimuljak, és azt mondjam, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg, hogy oly sok bűnünket kellett felvinned a keresztfára. De te mindet felvitted. Bocsáss meg, amikor elárulunk, és leginkább az bocsáss meg, amikor észre se vesszük, hogy milyen rosszat teszünk. Amikor megszokottá válik a bűn. Amikor megszokottá válik az, hogy mást mutatunk, mint akik vagyunk. De te ismersz minket. Egyedül neked kell mindent feltárnunk. Neked viszont mindent fel kell tárnunk. Köszönjük, hogy van lehetőség a bűnbocsánatra. Hogy tudhatjuk, hogy az eső sem esik örökké, hanem utána felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Köszönjük, hogy a próbatételek sem tartanak örökké. És köszönjük azt, hogy te képes vagy a lelkünkben a te igéddel bevilágítani, rendet rakni, és utána ezt fenntartani. Kérünk, ezzel a békességgel ajándékozz meg minket. Imádkozunk azokért, Urunk, akik gyűlölködnek, akik talán önmaguknak sem tudnak megbocsátani, vagy talán még sosem néztek igazán szembe önmagukkal. Te segítsd őket megtérésre és újjászületésre, mindannyiunkat pedig megszentelődésre. Így kérünk, hogy áld meg a hétvégénket. Ha jónak látod, gyógyítsd meg a betegeket, hogy újra visszatérhessenek közénk, és add, hogy minél kevesebben betegedjenek meg. Vigasztald a gyászolókat, állj a magányosok mellé, és szüntesd a háborúkat, kérünk. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyed meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.
Amen. Mindezek utána semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldott napot és áldott hétvégét mindenkinek.